Na, szóval srácok, kicsit megpörgettem most a demo videókat, mert amikor veszem fel ezeket a dolgokat, meg kevés napom volt, és gondoltam, hogy van egy ilyen kis játék, ami nem feltétlen akció, és ilyen stop motion animációja van a játéknek, tehát a Spirits of the Samurai-hoz hasonlóan van megcsinálva. Sajnos arról nem jött ki demo, pedig az nagyot ment volna. Minden esetre most megnézzük ezt a Once a Tale-t, hogy milyen. Carr Tamburlaine emlékére. Ó, 1900. Na, és akkor elvileg történetet fogunk látni. Az erdő szélén élt kettő, vagy élt egy szegény favágó és az ő felesége. Lényegében ez a Jancsi és Juliska történet lesz szerintem, de... Hänsel és Gretel. Igen, ez a Jancsi és Juliska. Minden kenyerük elfogyott, és hogy... Igen. És hogy elzavarták egyébként a gyerekeket az erdőbe. Tehát jóformán ez a Jancsi és Juliskának a története. Kicsit furcsa az animációja. Jancsi. Na szóval, anya, apa, hová tűntek? Itt hagytak minket, ez nem igaz. Nem lehet igaz. Igen, egyébként a történetben is úgy van, hogy ott hagyták őket az erdőbe. Úgyhogy... Hogy milyen az animáció? Once a Tale. Tök furcsa. Ilyen játékban játszani. Meg az, hogy ilyen fa figurákkal van megoldva. Jancsi és Juliska története. Tök jó, közben egy stábliste is. És hát igen, itt egyébként haza akarnak jutni, de hát nem ismerik az erdőt, úgyhogy nyilván. Na. Change. Ja igen, itt változtatni kell a karaktereken. Hold to separate the characters. Igen. Akkor rá kell ugranunk. Igen. És így. Aha. Nem tudnám, hogy mit csinálnék nélküled. Juliska. Igen, és hogy mondja, hogy együtt vannak ebbe a szorult helyzetbe. Tehát van egy ilyen mechanika, ezt lehet, hogy egyébként így kóba érdemesebb játszani, de megoldották azt, hogy így lehessen váltogatni kettőjük között, illetve hogy ha valami ilyen feladat van, akkor...
fel tud mászni. Viszont a másik nem, úgyhogy... De ő is fel tud. Vagy nem? Pont a kis srác sem tud felmászni. Fú, de béna vagy. Nem. Ezek a kislánya, a Juliska, az keményebb, mint Jancsi. Jancsi és Juliskának fogom végig őket hívni, mert nekem furcsa ez a megnevezés. Mert valahogy át kell juttatni ezt a szerencsétlent. Vagy akkor nem vele kellett volna ide jönni? De hát nem engedte, hogy felmásszon a Jancsi ide. Pedig elvileg neki kellett volna. De nem tud... Mi akkor másszon fel így ő? De másikat fel se tudja húzni. De egy béna vagy te. Igen, akkor jöjjön ő ide. Ja, hogy ő át tud mászni, a kis csaj az meg fel tud, a Juliska az meg fel tud mászni, oké. Hansel. Ja, Hansel. Jó. De azért ez nem... Jó, mondjuk... Eljön sztereotípok, hogy... akkor így együtt tudnak megint menni. Úgy egész munkásom van megoldva. Ja. Kisely nem tudott átugrani. Na, állj. Juliska! Így. Na, most már mehetnek. Akkor ő meg kék támassza. Így né. Ja, együtt jó csapat, csak ne döntsük most ki ezt a részt. Jaj! Hopp! A távolból egy árnyék jelent meg a fák között. Egy nagy farkas, ami a környéket járja. Úristen, találjunk egy helyet, ahova el tudunk bújni. Fú, ez ahogy most átváltott a kamera, ez... Aha, és akkor itt elbújtunk. Nem mentünk be teljesen alá, de mindegy. Character update. Na, várjál. És akkor itt meg tudjuk nézni a szereplőket.
Juliska. Jancsi. És a farkas. Majdnem elkap. Miért volna, hogyha elkap minket? Bányomás kérdés az. Ne, nem ütette ki a deszkát. Jó. Akkor mehetünk. Miért volna, ha elkapja őket? Még farkas nekem nem rémlett a történetben, hogy lett volna. Inkább az, hogy kuburolnak. Ugyebár a... Itt van egy farm. Megérkeztek egy tisztásra, ahol két gyerek, ahol egy hetlen ember várta őket, így nagy kalapban. Igazából ez egy malac volt. És szalmak alapja volt. És egy szalmaházat akart felépíteni. A gyerekek meglepődtek, és először láttak olyat, hogy egy állat így, egy állatot így ruhában látnak. Így felöltözve. Sziasztok, gyerekek! Viszél hozott titeket az én kis tisztásomra. Úristen, ez a malac megszólalt. Hello, Mr. Malac. Nevem Jancsi, ő pedig Juliska, testvérem. Jancsi próbált bátornak mutatkozni, de a malac nem tűnt fenyegetőnek. És szükségük volt a segítségére. Mit kerestek itt egyedül az erdőben? Megkérdezte tőlük a malac. Hol vannak a szüleitek? A két testvér egymásra nézett, és nem mondta semmit. A szüleik elhagyták őket, és egyedül vannak a világban. Mondta a malac nekik, hogy a szerdő veszélyes ilyen gyerekeknek, és ne bízzanak senkibe, vigyázzanak a falkasra, aki folyamatosan itt mászkál. Hanson wanted to know a beszélő malacról. Hogy tudsz te beszélni? Szomorúan mosolygott a malac. Nagyon kíváncsi, hogy gyerekek vagytok. Elmondom a történetemet, és barátok leszünk. Elvesztünk az erdőbe, anya és apa pedig keresnek minket. Ők elég legyen, és akkor elmondta egyébként Juliska, hogy elhagytak minket a szüleink, és kint hagytak minket az erdőbe. Meg tudod mutatni nekünk, hogy merre van a falu? Vagy ahol az emberek élnek, úgy értve. Kedves kéim, sose hagytam el ezt a helyet, és nem is tudnám. De segítek nektek természetesen. Láttunk egy farkast az erdőben, nagyon csúnya volt, és alig tudtuk megszokni előle. Ó, egek! Meg tudtatok szökni a farkas elől? Biztosan olyan okosak vagytok. See the smoking remain behind me? It used to be my home. Lowing. Látod ezt a füstöt mögöttem? Ez volt régen a házam. A farkas elfújta, és felgyújtotta az egészet. A testvéreim... has become of them. Felfalva, és hogy fél attól, hogy mi történtek a testvérei, lehet, hogy felfalták őket, vagy hajléktalanok lettek.
Hála ennek viszont hamarosan újra tudom építeni ezt a helyet. Kérdezzük meg a testvéreiről a malacot, hogyha engedni. Testvéreid miért nincsenek veled? Velem voltak egészen addig, amíg a malac nem támadott. Azóta nem találkoztam velük. Hogyha esetleg találkoznátok velük, akkor mondjátok meg, hogy a szalmakalapos testvérük várja őket, és hogy még él. Igen, elkért meg arra, hogy a szalmát gyűjtsek, és hogy újra fel tudjuk építeni ezt a menedéket. De míg a farkas kint mászkál, ő az egyetlen segítségem. Megpróbálhatunk neki mi segíteni. Felajánlottuk neki, és segítünk, de azt mondta, hogy kedves gyerekek vagytok, de nem kérhetnek meg arra, hogy segítsetek, értem. Kérdezzük meg, hogy ki ez az N. N, ő is egy malac. Hogy ezt megkérdezi tőle. Ez no. Anna egy emberlány. Kb. Olyan idős, mint te, Juliska. Nem tudom, hogy mit tennék nélküle. Különösen az a borzalmas farkassal szembe. Mindig elfújja az otthonomat, és nem törődik a saját dolgával. Put the bale of straw in the cart beside me. See you later, children. Aha. Tehát segíthetünk neki. Aha, még három szalma bálát kellene összegyűjtenünk neki. Itt mi van? Ezt nem tudjuk. Oké. Ez kulcs, le van zárva, gondolom nála van a kulcs, már mint a malacnál. Ne nézzük. Hát... Ó, ott van bent. Be tudok én mászni. Jó. És dobás. Tök jó egyébként. Nem tudom, inkább az ilyen stop motion jellege miatt érdekelt az a játék. De egyébként kettő szalmabála maradt. Nem tudunk gyorsabban futni. De szerintem nem. Felmegyünk. Hát kell váltanunk a kis csajra, mert hát ő tudja magát felhúzni. Úgyhogy itt felugrunk. Kérdés az, hogy itt van-e, mert hogyha van, akkor nyilván várja. Ledobjuk. Ez micsoda?
Ez... különös lény. Biztos, hogy ezt Jancsi szeretné látni. Na, visszük a kis csajjal a harmadikat. De a negyedik az szerintem pont, hogy a kapun túl van. Majd mindjárt meglátjuk. Nem, benn van a kulban. Na várjál. Akkor viszont... jaj, te! Jó, akkor először tegyük le ezt. Így. És akkor Jancsi. Még nem tudom, hogy hogy van itt futóhomok, de mindegy. Így. Ha. Ja. Inkább kidobtam, mint hogy valami legyen. Na. Összeszedtük. Marad szörünk neki, hogy segíthetünk. Aha. Hogy még kellene. Segítünk neki. Aha, hogy kell nekünk tűz. És hogy biztos, hogy kitalálunk valamit. Na, tessék, ezt is segítünk, aztán egyből. Jaj, de biztos kitaláltok valamit. Még három ilyen szalmabála kell. Köszönöm, gyerekek. Aha, és kinyitotta nekünk az ajtót. Arra, igen. Na, várjál. Ez most... ezt nem kell rá dobni. Hol a kameraváltás, azért kicsit problémás, de mindegy. Na szóval. Amúgy Gyuriska jól nem mutatta meg azt, hogy mit szedett össze. Malacnak az otthonánál. Tehát ezeket kellene valahogy elégetni. Uh-huh. Azt mondta, hogy könnyen el lehet égetni. Legalábbis a malac szerint, úgyhogy... keresünk valamit. Na, abba a fába be lehet menni. Aha. Na. Igen, hogy egy... igen, úgy döntöttek, hogy bemennek a fának a... és egy különös helyre érkeztek meg. Na szóval... az üreges fa, új terület felfedezve. Mekkora terület? Biztos van egy út, hogy felmenjünk, ne aggódj. Zárva van. Ment egy eger. De
Hol vagyunk? Jaj, itt van egy fákja. Na nézzük. De csak ide kellett állnunk, és úgy meggyújtottuk. Szép. Majd akkor ezt is. It burns. Mi ez? Várjá, átváltunk, jó is kell. Jó csinál. Ó, igen. Van pénz lóvére. Vagy ezt fel tudjuk vinni a... Mit tudunk ezzel csinálni? Ez elégetett droggal, nem tudom mi van, de... Ezt is ledobjuk. És itt fel lehet mászni. Úgyhogy nézzük meg, hogy itt mi van. Jó. Ide kellene az érme. Na várjál. Akkor viszont... Le kell tennünk a fákját. Jól eldobtuk a fenébe, nem baj. Oké. És akkor most fel tudjuk húzni magunkat így. Gondolom az érme az meg ide kell majd. Aha. Ki is nyílt az ajtó. Le tudunk mászni, vagy? Szerintem mit, hogyha leesünk, mi akarunk, megnézem. Nem. Jó. Akkor viszont jöjjön már ide. Vagy nem tud mi. Jaj! Szóval visszük magunkkal a fákját. Bármi is van itt, megégetjük. Jó. Kutyaszobor az szerintem kell, úgyhogy na várjál. Jól oda vágtuk, várjál, ezt leégetjük. Ott van egy ajtó. Letesszük. És ezt pedig ezt együtt kell szerintem tolniuk, úgyhogy nyilván vagy húzza csak a kis csaj, na jó, engedd el, léci. Lehetne, hogy... Nézd meg. Mindig a nővel van a baj. Ezt ide. The silver door is open. És mi lenne, ha elengednéd a... Jancsi! Hát akkor ebbe megyünk. Hello. Nem. De miért nem engedi el? Jó, most engedte el. Hát jó, akkor ne gyere. Akkor tartsad. Mi ez a hely? Amúgy tényleg. Mert itt megint mindkettőjük kellene. Egyik felmegy, a másik pedig... De nem tudom, hogy engedi át. Jó, jobb egérgomb. Ez
Na. Tudom, aha, húznia kell. Ja, és ide kell a fákja. Akkor Jancsi, te jössz ide-vissza. Tedd le azt az érmét. Ugyanis az indákat le kell légetni, tehát meg kell fordulni és rá kell dobni a fákját. Amúgy nem is néztem, de szerintem biztos, hogy kópjátékról van szó. Különben ez annyira bonyolult, mint a Brothers Tales of the Two Sons. Ott is lehet egyébként egyedül játszani, mert például azt én egyedül játszottam, csak szerintem jobb, hogyha ketten vagytok rá. De hogy karba teszi egyébként a kezét, míg vár az a... Na, húzzál fel! Vagy ide pont, hogy a kis csaj kell? Pont, hogy a kis csaj kell. Ó, rosszabb. Nem baj. Megoldjuk. Meg akkor az érmét, ezt nem is tudjuk még használni, majd ez később. Gyere! Te mész fel. Én meg felmellek. Elvileg én lennék az erősebb gyakorlatilag meg. Mondjuk. Yes! Aha, és akkor itt... Jó. Áh! Nem jó. Nem jól ugrottam. Mind a kettő karlot teszi a kezét, amit hihetetlen ez. Jó, van már. Aha. Akkor úgy is kell majd menni, hogy majdnem hogy egy vonalba állítani azzal, ahová mennie kell át. Tehát most áthozzuk, így. Nem, kicsit vissza. Jó. Még nézzük, hogy meddig megy el egyébként, hogyha itt teljesen visszatoljuk. Aha. Igen. És egyébként ide kellene a... Na várj! Ez ilyen gyűjthető dolog. Igen, van ilyen collectobaz rész. Igen, és akkor most tudjuk vele áthozni az érmét. Ezt engedd el, Ici. Tök jó, hogy van ilyen kis puzzle része amúgy. Nekem tetszik.
Jó, mondjuk azt, hogy ott van, jó. Ja, hogy ő teljesen feltöltött volna mászni, és most nézem. Nem baj. Tehát akkor... De biztos, hogy ez is kinyitna valamit. Na várjál. Ezt leégetjük. Az egészet. Mert mi ilyen gyerekek vagyunk. Akkor ezt csak körbe kellene vinni. Meg akarom tudni, hogy ezzel mit nyitunk ki. De amúgy jó lenne, hogyha nem a kis csaj csinálná ezt, hanem Jancsi. Mondjuk ez lehet, hogy csak egy opcionális rész, de én meg akarom csinálni. Na. Fogd meg. Fogd meg, János. Ez az aranyajtó. Aha, és itt is van valami. Az a rész. Először... Ezt nézzük meg. Vagy innen jöttünk, aha. De akkor milyen ajtó nyílt ki? Nem is figyeltem akkor jól. Na mindegy. Menjünk akkor az aranyajtó felé. Lehet, hogy ez csak egy ilyen felső rész nyitott ki. Szóval itt vagyunk. Van egy kockánk. És ezt pedig fel lehet gyújtani. Fákja. Hát, ha van ide bent is. Az irányítást azért majd lehet, hogy kellene finomítaniuk a készítőknek. Meg a kameraváltások azok, amik így nem... Aha, és lehet, hogy ide kell felhozni ezt a kockát. Ő ide be tud menni. Ez fix. És ha ő rááll, akkor... Aha, ezért kell a kocka. Jó. Jó. Akkor először hozzuk el a kockát. És akkor utána tudjuk folytatni az utunkat. Illetve van itt egy ajtó, vagy rács. Nem tudom mi. És itt van egy ilyen rész. Jó. Hozzunk egy fákját mindenképpen, mert itt kell leégetni dolgokat. Oda be tud mászni Jancsi, úgyhogy... Kicsit hosszabb lesz ez a demo, de hát annyi baj legyen. És már érdekel, hogy mennyi ideig lehet, vagy meddig lehet eljutni a játékba. Vicces, ahogy viszi egyébként. Így. És valahol fent volt még. Ja, lehet, hogy jobb is, hogyha nálunk marad. A fákja.
Úgyhogy azt meg ide tesszük majd le. Baj, hogy megint eldobtuk a fenébe. Kérdés az, hogy el tudjuk-e húzni a dobozt a lépcsőn. Mert igazából nekem az a gyanúm, hogy nem. Jó. Ez megint csak egy ilyen gyűjthető dolog. Nézd meg, bemennek mindenhová és lopkodnak. Jó, mondjuk. Jóformán a szüleik ott hagyták őket a fenébe, aztán persze, hogy utána már azt gondolják, hogy... Ja, hogy ezzel meg fel lehet menni? Na várjál. Akkor... Így. És akkor felhozzuk. Akkor nem kocka kell. Hanem ez kell nekünk csak. Igen. Van egy érmény. Nagyon jó. Kérdés az, hogy hogyan fogjuk akkor ezt kinyitni? Mivel fogjuk tudni majd kinyitni? Végül is az érme is egy helybe tartja dolgokat. Úgyhogy... De át kell vinnünk, tehát ez így azért nem lesz jó. Plusz, ugyebár nem hiába hoztuk át a fákját, mert az ajtó mellett is volt egy... Nem mondod, hogy ledobtam. Ó, te. Miért vettük fel a követ? Ez kicsit baj. Ez meg olyan, mintha... El lehet húzni? Vájá. Tehát ne, légy szín. Aha. Gyere ki onnan! Ja, és tudom, hogy miért kell. Oké, oké. A kő kell erre rátenni. A követ. Magyarul meg majd még mindig meg tudok beszélni. Szóval... Jancsinak mindenképpen ott kell várnia. Ezzel kinyitottuk ezt, de... De...
Azért, mert ezt itt hagytuk. Mi nekünk ide kell jönni, mi ide állni. Ő pedig jön le. Annyi időnk lesz, hogy megfogjuk a követ is, és kimenjünk rajta. Ügyes ez a két gyerek amúgy. Leszámítva, amikor nem, de az most mindegy. Határeset. Határeset. Én megadom a gyerekeknek, na. Hogy sikerült nekik. Jó? Legyünk szigorúak. Grant el fell through the... Ó, remek. Leesett. Object of the floor, this room, sígeli. Aha, talált egy... Igen. Ó, egy öngyújtót talált. Yes! Erre van szó. Gyújtson fel mindent. És Juliska így jött rá arra, hogy valójában élvezi a dolgoknak az elégetését. És hogy a pirománia innentől kezdve az élete. Yay! Vagyunk. Ez még szoba. Ez az első, ahol érkeztünk be. Igen. Ezt nem tudtuk kinyitni. És itt át tudunk menni. Hagyjad, majd megyek én. Amúgy aranyosak. Na szóval. Gyújtsuk fel! Tudom, innentől kezdve a kis piromán csajszé oldja meg a dolgokat. Kincs. Mi kincseket találunk itt? Úgy tényleg most sem nézzük már, hogy miket találtunk. Találtunk egy mandragóra gyökeret. Találtunk egy szamárgyűrűt. Találtunk egy gyújtót. Találtunk egy köntöst. Nagyon jó. Mondjuk úgyis a kis csaj kell mindenhez most, úgyhogy nyilván. Mindent a kis csaj old meg nekünk. Gyuliska. Ó, igen. Mehetünk. Yes! És folytathatjuk a kis kitérő után a szalmabála gyűjtést, ugye? Amit...
Jéj, Jancsi, menj előre! Az elhagyatott istálló. És akkor ide kell felpakolni a szalmapálákat. Ja. Megérkeztük az istállóhoz, ahol mit a szalmakarpos malac mondott. Igen. Két gyerek azonban. Sartreuse new friend at the stable in their lair. Ó, hogy a farkas az meg itt alszik. Jó, te. Ez nem tudom, mit összeszedjük. Meg nézek a gyerek az útban. Nem tudunk most szétválni, hát ez így nagyon nem lesz jó. Vajon már szét, hogy ezt mindenképpen együtt kell. Ó, te, ez nem jó. Az a kötél, az nem tetszik, ezt elkerüljük. És ott ráadásul van egy kolomb is, úgyhogy nyilván felébresztenénk, hogyha szabad felébreszteni. Szerintem már ébren van, úgyhogy ez rip. Basszus. Jó, ezt hagyjuk utoljára. Valahogy fel kellene jutnunk a... ehhez. Fel tudsz ugrani? Fel. Szerintem rá kell gyújtani az istállót. Mondom, nekem farkas nem rémlett a történetben, de hát jó vagyok én, ugye. Nem értek a történetíráshoz. Én kőkeményen belemennek az arcába. Ébredt fel? Hogy nem ébredt fel? Jó, oké. Shit. Shit. Megölt minket a farkas. Jó, nem tudtam, én azt hittem, hogy összeszedhető cucc van ott. Igen, tehát a vödör, meg az ilyenek, azok nem... Itte! Pont váltott a kamera, és majdnem neki mentem a csengőnek. Fixen zéró halál amúgy. Na jó, nem. Sajnos ezt buktuk. Ez
zéró halálos körünket. De... Én tényleg azt hittem, hogy van ott valami, amit össze lehet szedni. Ez leszakad. Nem már. Az a baj, hogy még Jancsi is itt van, aki... Na így. Jó. Na tehát azt akartam mondani, hogy Jancsi is itt van, aki meg így útban van jó formán. Ez a nehogy meg tudjam mozdulni, anélkül, hogy ne ugord át inkább. Óvatosan. Meggyújtjuk. És akkor erre, gyorsan. Nem tudom, hogy miért bújok el oda, de biztosabbnak érzem. De ennyi zörgés van egyébként. Én nem hiszem el, hogy nem jutott eszébe az, hogy ja, amúgy mi lenne, ha megnézném, hogy ez mi volt hasán tényleg. Jó, megvan ez a szalmabála is. Yes! Igen, elindultunk benne. És itt van a malac. Yes! A farkas az istállóban van. Igen, és egyébként örülnek annak, hogy... És megnyitotta nekünk a másik helyet, és akkor szépen tudunk haladni. De szerintem ennyi lesz a demóba. Nem, még tart. Ha! Szép. Hát a hídon, ami le fog szakadni. Nem. Jó, hogy rohanniuk kell. Hát ez óriási. Amúgy is nehézkes az irányítás. Shift és úgy futás? Vagy hogy kell futni? Nyomnám a shiftet, de hát ez nem úgy működik. Mint ahogy azt az ember gondolná. De jó volt a kameraváltás, kösz. Futi van, futi. Ide. Yes! Mi következik Jancsival és Juliskával? Ez a teljes játékban majd kiderül. Na, de így is egy órás lett a demo. Úgyhogy nekem tetszett amúgy. Nem tudom miért, a gyerekkort juttatja eszembe, amikor voltak ilyen kis animációk, ilyen kis
érdekes mozgásra történetek előadva. Úgyhogy, ja, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis demo videó. Egy órás lett, úgyhogy nem gondoltam volna. De jó volt így látni meg, hogy még eszükbe jut játékkészítőknek, hogy akár ilyen történetekhez is hozzányúljanak. Úgyhogy, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok. Nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És érkezem a több videóval. Addig is. Sziasztok!